Sok szeretettel köszöntöm Önöket az ige hirdetők legújabb adásában. A mai vendégem a Balaton partjáról érkezett hozzánk, Korzenszky Richárd, nyugalmazott Tihanyi Perjel, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen, szeretettel köszöntök mindenkit. Richárd atya már nagyon hosszú múltra tekint vissza, akár a Tihanyi léte is, a perjelsége is közel 30 évvel ezelőtt kezdődött. De most egy kicsit menjünk messzebbre, Győrmoson, Sopron megyébe, hiszen Csornán született. Igen, de vigyázzat, nem csornai vagyok. Hogyha valaki beüti a keresőbe híres csornaiak, akkor megtalál engem. De Csornán tulajdonképpen egyetlen egy éjszakát nem töltöttem önszántamból. Édesanyám ott hozott világra, Kapuváron gyerekeskedtem, szüleim is Kapuváron voltak. Uh-huh. És aztán onnan viszonylag akkor közel volt a középiskola, hiszen Pannonhalmán került kapcsolatba a bencésekkel. Miért pont Pannonhalmára ment középiskolába? Hogy miért pont Pannonhalmára? Gondolkoztam rajta később. Édesapám nekem csak annyit mondott, állatorvos volt, hogyha a szomszéd járási állatorvos fiának jó volt, akkor neked is jó lesz. Később jöttem rá, hogy édesapám a Rákóczianumba járt Budapesten, tehát egyházi iskolás volt, és nagy választék nem volt egyházi iskolák között, hová is adjon. Kapuváron volt akkor már gimnázium, éppen a második évfolyam indult, nővérem, aki 58-ban érettségizett, ő volt a Kapuvári gimnázium első, legelső osztályának a tanulója. Én lehettem volna a második évfolyamon tanuló, de nem. Pannonhalmára kerültem diákotthonba. 1900, nehéz kimondani is, 55. szeptember 1-én. És sose gondoltam volna arra, hogy én Pannonhalmán valamikor majd annak az intézetnek leszek az igazgatója, ahová engem a szüleim beadtak. És igazgatóként megértettem azt, hogy édesanyám miért napszemüvegben búcsúzott el tőlem 1955. szeptember 1-én. Az édesanyák általában napszemüveget vesznek ilyenkor föl. Hát megkönnyezik, mert nem egyszerű kiadni a gyereket, annak ellenére, hogy négyen voltunk testvérek. Richárd atya volt akkor a második? Igen, nővérem a legidősebb is van két öcsém, 6 évvel, illetve 12 évvel fiatalabb testvéreim. Ők is mentek Pannonhalmára utána? És ők is pannonhalmi diákok voltak. És aztán hogy alakult ki a hivatás Richárd atyában, hogy mégis megmaradt itt a bencéseknél? Hát a minden hivatás tulajdonképpen titok. Visszamenőleg meg lehet magyarázni. Nem ért engem semmiféle villámcsapás. Én, ahogyan nagyapám állatorvos volt, nagybátyám állatorvos, édesapám állatorvos, úgy gondoltam, hogy én is állatorvos leszek. Aztán kaptam 55 karácsonyán egy Zorki típusú fényképezőgépet, akkor kezdtem fényképezni. Pannonhalmán mindig voltak filmvetítések, már akkor is szombatonként, és nagyon szerettem a filmeket. A Szőcs Istvánnak az Emberek a havason című filmje igen nagy hatással volt rám, és akkor egyik barátomnak azt mondtam, ha én életemben egyszer a nevemet egy film végén látnám a stáblistán, vagy akár mint rendező, vagy operatőr, vagy bármilyen módon annak örülnék. Egy időben úgy gondoltam, hogy valamilyen módon a film közelébe fogok kerülni, de ez aztán hamarosan elszállt. Maradt, hogy jelentkezem az állatorvosi egyetemre, de azt egyszer csak úgy éreztem, hogy én jó helyen vagyok itt. Nem tudom megnevezni konkrétan azt a tanáromat, Bencés atyát, aki külön hatással lett volna rám. De el tudom mondani, hogy olyan emberekkel találkoztam,
akkor a gimnáziumban a tanári kar kizárólag még a testnevelő is bencés szerzetes volt. Olyan emberekkel találkoztam, akikről úgy éreztem, hogy a helyükön vannak, hogy jó helyen vannak. Hatással volt rám a pannonhalmi bazilika légköre. Valamikor úgy gondoltam, hogy az, hogy Génius Laci, az csak olyan mesebeszéd, de ezt sokszorosan megtapasztaltam. Visszamenőleg mondhatom, hogy a Génius Laci-nak is volt szerepe benne. Meg volt szerepe annak a rendnek, ami számomra később kulcsfogalommá vált, annak a rendnek, amit én ott megtapasztaltam, hogy mindennek megvan a rendje, megvan a helye, megvan az ideje, egy harmonikus világban éltem. Amikor harmadikos voltam, akkor már motoszkált bennem, de tulajdonképpen negyedikes koromban, akkor még 4 osztályos volt a gimnázium, és nem 12 osztályban beszéltünk, hanem a 8 általánosról és a 4 középiskoláról. Megmondtam egyik nagyanyámnak, hogy én valószínű szerzetes leszek, bencés szerzetes tanár. Elkezdett sírni, de hát fiacskám, a mai világban, és hát én kamaszos nyerseséggel válaszoltam neki, tehetek én arról, hogy a nagyanya akkor szülte apámat, amikor nem tehetek róla, és mindenki a mai világba születik bele. Erre később jöttem rá, később lett számomra világos, hogy igen, a mai világ. És nem lehet azt mondani, hogy nekem nem a mai világban kell élnem, ebben a világban kell élnem. És akkor beléptem Pannonhalmán a bencés rendbe, fölvettek, örültem, amikor a ballagás volt, akkor a társaim többsége könnyezett, én azt mondják, hogy nem is, tényleg nem is emlékszem rá, egy szál fehér szekvűvel ballagtunk, ez ősi hagyomány ott, és az egyik épületből tulajdonképpen átköltöztem a másikba, a pannonhalmi főmonostorba. Ott kezdtem meg a szerzetes életet. 1959. augusztus 6-án az úr színeváltozásának az ünnepén, ez volt a hagyomány, akkor kaptam meg a szerzetesi ruhát, és kaptam meg a szerzetesi nevet. Akkoriban az volt a szokás, hogy kapott a jelölt egy listát a sok névvel, abból választhatott 3-at, és amikor a beöltözés történt, nálunk még latin volt a szertartás nyelve, akkor meghallja latinul a nevét. Én is kértem 3 nevet, és amikor azt hallottam, hogy Placide Riccardi ex sue veterem hominem, akkor nem tudtam, hogy hívnak. Mert én nem kértem a Richard nevet, de volt egy frissében boldoggá avatott bencés szerzetes, aki a falakon kívüli római Szentpál apátságnak volt a szerzetese, és később Farfába, Rómától nem messze, ott élt és ott is van eltemetve. Őt boldoggá avatták, és azt mondta a növendék elöljáró, a novicius mester, hogy azért kaptad ezt a nevet, nagyon jámborul mondta, hogy rajta tartsuk a kezünket az Anya Szentegyház ütő erén. Hát így lettem én Richard, de úgy, hogy nekem tulajdonképpen csak egy védő boldogom van, akinek megkaptam a magyarosított vezeték nevét. Placidus Riccardi, az én védőszentem, az ő
ünnepe, emléknapja december 5-én van. Miklósnak hívtak. Gyerekkoromban ezt a nevet kaptam a keresztségben, és sokan vannak még ma is, akik nem tudják elhinni, hogy az én szerzetesi névnapom és a civil névnapom egymást követő napon vannak, és azt gondolják, hogy én a Miklós tartom december 5-én. Nem, akkor van a Bencés Richard napja. Na, ezt tényleg biztos sokan nem tudják, hogy ez így van, mert annyira nem közismert ez a... Egyáltalán nem közismert. És egyébként azért 59-ben elkezdeni a szerzetesi életet nem egy könnyű feladat lehetett. Az állam akkor nem is engedett szerzeteseket mindenhol működni. A szerzetes rendeket 1950-ben feloszlatták. Feloszlatták a Bencés rendet is, ezt sokan nem tudatosítják. A Bencés rendnek több iskolája volt, több helyen jelen voltak. Jelen volt a Bencés rend Kőszegen, Sopronban, Esztergomban, Pápán, Győrben, Pannonhalmán, Pesten, a Józsefvárosban, a Baross utcában, és a háború idején indítottak, vagy közvetlenül a háború után indult meg a Csepeli gimnázium. 1950-ben a magyar állam akkori vezetői és a Magyar Katolikus Egyház éppen szabadon lévő néhány vezetője között létrejött egy megállapodás. És ennek a megállapodásnak az értelmében feloszlatták a szerzetes rendeket. Az iskolák államosítása 2 évvel korábban történt, 1948-ban. 2 évig tartott, még sikerült úgy, ahogy tárgyaló asztalhoz kényszeríteni a katolikus egyház képviselőit, és egy egyáltalán korrektnek nem mondható megegyezés jött létre. Ennek a megegyezésnek az értelmében a katolikus egyház 8 középiskolát tarthatott fönn egy-egy rend vezetésével. A rendek a piaristák, ferencesek, bencések és a szegény iskola nővérek. És a dolog fonákja az, hogy például az a ferences tartomány, rendtartomány, amelyiknek nem volt iskolája, az Lapátra került, a másik, a kapisztrános tartomány pedig iskolát tarthatott fönn, de nekik eddig nem volt iskolájuk. Meglehetősen bonyolult a helyzet. A piaristák megkapták a budapesti, pontosabban a pesti iskolájukat, meg a kecskemétit, bencések, Pannonhalma és Győr, ferencesek, Esztergom és Szentendre, ahol nem volt iskola, egy csendőr laktanyából alakítottak ki az évtizedek folyamán egy korszerű iskolát, és az iskola nővérek pedig, akiket most ugye boldogasszony nővéreknek neveznek, a szegény iskola nővérek, megkapták a Knézics utcai épületet, amely nem az övüké volt, és ott vezethettek iskolát, és megkapták Debrecenben a Svetics intézetet. De nagyon szigorú numerus clausus volt, meg volt határozva a létszám. Meg volt határozva a gyerekeknek a létszáma, párhuzamos osztályok lehettek az iskolában maximum 40 fővel, ez azt jelenti, hogy összesen 320 diák egy iskolában, és úgy számították ki az akkori, idézőjelbe teszem, illetékesek a
numerus clausust, a zárt számot a szerzetesi utánpótlás számára, hogy alapul vették a piaristák képzési rendjét, akik 7 év alatt végezték el a teológiát és az egyetemet, úgyhogy voltak évek, amelyekben egybecsúsztatták a teológiai képzést és az egyetemi képzést. Így lehetett évfolyamonként 2-2 ember, összesen 14. És úgy gondolták, hogy évenként majd 2 ember az iskolákból nyugdíjba megy, és 2-2 ember pedig majd belép ezeknek a helyére. Ez mit jelentett? Senkinek nem lett volna szabad nyugdíjkorhatár előtt meghalni. Senkinek nem lett volna szabad nem alkalmasnak lenni a pedagógiai pályára. Azon kívül senkinek nem lett volna szabad elhagyni a rendet egészen haláláig, pedig egészen természetes dolog, hogy amikor valaki elkezdi a szerzetes életet, rájön még a végső elköteleződés előtt, hogy ez az életforma nem nekem való. Illetve vannak, akik később döbbennek rá, különféle feszültségek támadnak, hogy ez a zárt életforma nem az enyém. Így aztán a 70-es évekre előadódott az a helyzet, hogy elfogytak a szerzetesek. Egy időben 2 forrásból kapták ezek az iskolák az utánpótlást, részben azokból, akik beléptek újonnan a rendbe, és elvégezték a teológiát, elvégezték a tanári szakot és diplomát kaptak, illetve voltak kereten kívül, a meghatározott rendi kereten kívül élők, néhányan, mint tanárok, nem feladva papi mi voltukat, de gyakorlatban laikusként, voltak, akik tanári oklevéllel a zsebükben egyházmegyei szolgálatot vállalhattak, és amikor erre lehetőség nyílt, akkor bejöttek újra a rendi keretbe. De a 70-es évek közepe táján ők is már kiöregedtek, és ekkor jelentek meg a világi tanárok a szerzetesi iskolákban. De korábban is voltak. Ne rohanjunk még ennyire előre, hiszen akkor Richárd atya is egyetemista lett. Egyetemista lettem, szerettem volna irodalom szakos és vagy angol, vagy német szakos lenni. Legányi Norbert főapát úr, aki nekem egy időben matematika tanárom volt, illetve és fizikát is tanított, aztán igazgató volt, majd főapáttá választották, főapátom volt, megszólított: Richárd testvér, nekem orosz szakosra volna szükségem. Akkor én azt mondtam: főapát úr, tessék rendelkezni velem. És egyáltalán nem bántam meg, hogy találkozhattam az orosz kultúrával, orosz irodalommal, sőt, emellett még, hogy az orosz szakon nyelvészettel is kellett foglalkozni, ószlávval, és hát én kicsit többet foglalkoztam az ószlávval, és az ószláv a keleti egyházban, ugye liturgikus nyelv, és megismertem az orosz spirituális irodalomnak jó néhány alkotását, így közel kerültem a keleti egyházhoz, a bizánci egyházhoz, bizánci teológiához. Ez nagyon izgalmas volt számomra. Így lett belőlem magyar-orosz szakos tanár. Tehát ez nem azt jelentette, hogy én kommunista lettem. Holott mindenki, aki orosz szakos volt, abba a gyanúba keveredett, hogy
hát orosz szak, akkor biztos, hogy valami nincs rendben. Volt egy nagyon keserves, érdekes élményem, Mária Celbe jártam, és ott egy meghívtak ebédre, szüleimmel voltam ott éppen, csak úgy kirándulóban, a superior, az elöljáró észrevett, és megkérdezte, hol ebédeltek, mondtam, hogy majd valamelyik étteremben, nem, gyertek hozzánk, és többek között ott volt egy emigráns, ki tudja mióta emigrációban élő, idős, szerzetes nővér. És megkérdezte tőlem nagy tisztelettel, hogy a főtisztelendő úr mit tanít, milyen szakos. Mondtam, hogy oroszt és magyart. Erre fölállt, sikított egyet, hogy kommunistával nem vagyok hajlandó egy asztalhoz ülni, és kiment az ebédlőből. Mindenki nézett, hogy mi az itt a világ vége. Nem voltam kommunista, nem lettem kommunista, hanem orosz szakos tanár. Hát igen, azért ez tényleg meglepő lehetett sokaknak akkoriban, de hát sokan tanultak ezek szerint Pannonhalmán is oroszul. Ugyanúgy kötelező volt. Minden magyarországi iskolában kötelező volt az orosz nyelv, és hát az orosz is egy a sok nyelv közül, és az orosz tanításon keresztül meg lehet tanítani például egy fiatal embernek, hogy hogyan kell nyelvet tanulni. Az orosszal, megmondom őszintén, társalgási szinten nem sokra vittem, mert amikor egyetemista voltam, lehetőség volt arra, még nem volt kötelező Szovjetunió beli rész, vagy Oroszország beli részképzés az egyetemisták számára, de volt lehetőség, beadtam egy pályázatot egy két hónapos nyelvtanfolyamra, Kijevbe, vagy Leningrádba, vagy Odesszába lehetett. Csodák csodája, mind a mai napig nem utasították el. És az a furcsa helyzet állt elő, hogy volt egy időszak az életemben, amikor a tagja voltam a Magyarországi Ösztöndíj Bizottságnak, és akkor ott mondtam a kollégáknak, hogy emberek, hogyha a kezetekbe kerül az én papírom, amiben én szeretnék Kijevbe, vagy Leningrádba, vagy Odesszába menni, orosz tanulni, az még érvényben van, nagyon szívesen mennék, tehát mind a mai napig nem került erre sor. No, hát. De az orosznak azért vettem hasznát. Uh-huh. És mennyi időt töltött utána Pannonhalmán? Utána, hát 4 év gimnázium, 5 év teológia, jött az egyetem, feljöttünk Budapestre, akkor még nem volt tanulmányi házunk, a Mikszáth téren laktam a többi bencés fiatal egyetemista rendtársal együtt, a piarista növendékek fegyelmében, a Mikszáth tér 5. emeletén, és onnan jártunk be egyetemre 4 éven keresztül. Egy időben ebben a ruhában, és hát akkor a Baross utcában még ment a troli, és nagyon érdekes volt, akkor még volt kalauz, felszállt az ember a troli hátsó ajtaján, és ott ült a kalauz és lukasztott, és ugye másfél óráig volt érvényes az a lukasztott jegy. És nem egyszer egy néni megkérdezte, kalauz néni megkérdezte, hogy mikor tetszik visszajönni? Megmondta, hogy mikor. És egyszer csak azt vettem észre, hogy arra lukasztotta ki a jegyet, hogy ne kelljen új jegyet vennem, és mit ad Isten, ez a kalauz néni apáca volt. Oh. Ez volt a civil foglalkozása, feloszlatott szerzetesnő. Uh-huh. Tehát Budapesten voltam egyetemista, 3 év a piaristáknál, 1 év a központi szemináriumban, mert többen voltunk, nem fértünk el a piaristáknál,
Az ötödik évet pedig már Győrben töltöttem, úgyhogy Győrből jártam föl hetente egy-két alkalommal egy-egy órára megmutatni magamat. Az volt az úgynevezett gyakorló év. Győrben diákotthoni nevelő voltam már, és gyakorló tanár. És akkor folytatódott a győri életem egészen 73-ig. Akkor hívtak be Pannonhalmára. Pannonhalmán voltam főapáti titkár 73 és 79 között, 79-től 89-ig gimnázium igazgató voltam, 89-től a főapát váltásig, Asztrik atya főapáti beiktatásáig voltam Pannonhalmán perjel. Aztán elkövetkezett egy nagyon izgalmas időszak az életembe, amikor bekerültem a Művelődés és Közoktatási Minisztériumba. Mert hogy jött közben egy rendszerváltás. Megtörtént a rendszerváltás. A rendszerváltás előtt már kapcsolatom volt a Művelődési Minisztériummal, mert Glac Ferencnek, az akkori közoktatási miniszternek Klebersberg Kuno volt az eszményképe, akinek az idejében a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban a történelmi egyházak képviselői benn voltak, mint minisztériumi tisztviselő. És az óhajtotta, hogy az egyházak delegáljanak, adjanak küldöttet, képviselőt, akikkel kapcsolatot lehet tartani. Tehát én 1989 novembere óta képviseltem a Katolikus Egyházat a minisztériumnál, de nem voltam benn a minisztériumban. És 91-ben Antal József miniszterelnök úr kifejezett kérésére kerültem be a minisztériumba, nem mint az egyház képviselője, hanem mint szakember. Akkor indultak az egyházi iskolák, aztán az ingatlanok, egyházi ingatlanok visszaadása volt, és miniszteri biztosi beosztásban, úgyhogy nem voltam senkinek alárendelve, de beosztottam se volt. Nem voltam a minisztériumban, és szinte minden ügy, ami a Művelődés és Közoktatási Minisztériumban nem ingatlan ügy volt, de egyházasokkal kapcsolatos ügy volt, az átment a kezeim között, nem csak katolikus egyházi. Rendkívül izgalmas évek voltak ezek. Nagyon sok jó barátot szereztem a testvéregyházak között. Jártuk az országot, és próbáltuk elmagyarázni, hogy hogyan lehet intézményeket létrehozni. Hogy miért kerülhettem én oda, úgy magyarázom a feladatomat, hogy fordítottam, tolmácsoltam magyarról magyarra. A közigazgatásban lévők nem értették az egyháziak nyelvét, sőt, gyanakodtak is az egyháziakra. Az egyháziak nem értették a közigazgatásban lévők nyelvét, sőt, gyanakodtak rájuk. Engem korábban elfogadott már a szakma, mint Pannonhalmi gimnáziumi igazgatót, tehát az állami oktatás ügyben nagyon sok ismerősöm volt. Úgyhogy amit nemzeti alaptantervnek neveznek, NAT-nak, annak a legelső változatánál már valamilyen módon közreműködtem, vagy véleményeztem az Országos Pedagógiai Intézetnél. Tehát elfogadott engem az szakma, és elfogadott engem az egyház, tudták, hogy ki vagyok, egyházi ember, egy iskolát vezettem, és ismertem személyesen valamennyi római katolikus egyházi vezetőt. És nagyon jól ismertem a titokban
meg nem szűnt illegalitásba létező élő szerzetes rendek vezetőit is. Így aztán napról napra új és új kihívással kellett szembenéznem, és bonyolult ügyek, például Dabas-Sári, nem volt olyan egyszerű iskolákat indítani. Dabason, ugye a jelenlegi Dabas község három részből áll, a Sári rész az egy szlovák település, és ott a nagyon tiszteletre méltó pásztor Győző plébános atya próbálkozott iskola indítással, de hát ebből iszonyú feszültségek támadtak, önkormányzat, pártok, ki tudja mi minden, olyannyira, hogy ott helyben tüntetések alakultak ki, sőt, nagy gyűlés, Göncz Árpád volt a köztársasági elnök, tőle kaptam telefonhívást, hogy csinálni kellene ott valami rendet, akkor a püspöki konferencia elnöke fölhívott, hogy csináljunk már valamiféle békét, vagy valami rendet. És volt egy nagy gyűlés az iskola tornatermébe, ahová vagy 300 ember összegyűlt, akik, hát nem lehet mondani, hogy túlságosan nyugodtak voltak. Ki erről az oldalról, ki arról az oldalról próbálta hergelni őket. Így utólag visszanézve az a benyomásom, hogy ez a pártoknak amolyan próbamérkőzése volt, hogy ki bírja tovább. Katona István püspök úr volt a katolikus iskolák főhatóságának az elnöke, ő is ott volt, és amilyen lincs hangulat alakult ki, nem akarom nézve nevezni az akkori párt képviselőket, akik nagy szónoklatokat vágtak le, hogy micsoda egyházi diktatúra van itt kialakulóban, és hogyan-hogyan nem sikerült valahogyan lecsendesítenem a tömeget. Vége volt, eloszoltunk, visszajöttem Budapestre, következő nap nem éreztem jól magamat, bementem az egyik kórházba, ott egy belgyógyász megvizsgált, és hirtelen ennyibe 230/130-as vérnyomást mért, az egy ember megállás. Pontosan tudom datálni, hogy mióta szedem a vérnyomást csökkentő gyógyszert. De hát nem volt ez mindig természetesen ilyen veszélyes, de érdekes volt és izgalmas volt. De utána azt hiszem egy olyan feladat várt, hogy amit néha irigylünk is szerintem sokkal Richárd atyától, az a kilátás, ami a következő évtizedekben ott volt. Hát megmondom őszintén, hogy én ezt nem irigyeltem magamtól. És nem kívántam senkinek, és nem kívánnám az ellenségemnek sem, hogy olyan helyzetbe kerüljön, amihez nem ért. Az iskola ügyhöz értettem. Azt is mondhatnám, hogy akkor, hát 30 évvel ezelőtt kisujjamban voltak a jogszabályok, ismertem mindenütt mindenkit, és akkor egyik pillanatról a másikra belecsöppenni egy olyan helyzetbe, hogy ott van egy templom szétszedve, ott áll egy restaurálás, de úgy, hogy lefagyott minden, a hatóságokkal a tárgyalások megálltak, ott van egy falu, falusi lelkipásztorság, pásztorkodás, amire soha életemben nem készültem. Ott van egy másik plébánia négy filiával, az aszófői filiával, és ott van még a
múzeum, amit ugyan már átvett a bencés rend, de még állt fal az apátsági épületben. És már Tihanyban voltam 1994. október 16-án kerültem oda, és szombat este volt, Sátorajha új helyről rohantam az édesanyja nyelvünk nyelvhasználati verseny zsűriéből Tihanyba, akkor kinéztem vasárnap reggel az ablakon, köd volt, nem láttam semmit. Egyébként, amikor Pannonhalmán 55. szeptember 1-én kinéztem az ablakon, nem láttam semmit. Akkor ez a remény volt bennem, hogy Pannonhalmán nagyon szép évek következtek, hát ha itt is szép évek várnak rám, de nagyon keserves dolog volt fölvenni a fonalat, megismerkedni emberekkel. Győr-Sopron megyében ismertem a hatóságokat, a megyénél, szinte mindenütt, meg engem is ismertek, tudták. Hosszú időbe telett, hogy amikor Pannonhalmára gyakran kellett mennem, hogy amikor a Bakonyban a Győr-Sopron, illetve később a Győr-Sopron, Győr-Moson-Sopron táblát megpillantottam, na, akkor megyek hazafelé. Ez az érzés, hogy na, megyek hazafelé, ez legalább másfél évtized múltán tűnt el, hogy kezdtem meggyökerezni Tihanyba. Igen, hát kilátás van a Balatonra, a Balatont nagyon szeretem, nem idegen számomra ez a világ. Szüleimnek Réphülöpön volt egy kis háza, ott töltöttem a nyári szabadságomat mindig, és 1976-ban volt talán, hogy Amerikából, Észak-Amerikából visszatérve, Pannonhalmáról letrabantoztam meglátogatni a szüleimet, és Csopaknál feltűnt a Tihanyi apátság és a Balaton. És akkor azt mondtam magamba, pár nappal ezelőtt a Csendes óceánnál voltam, hogy én a világ legcsodálatosabb óceánjáért ezt a koszos Balatont el nem cserélném. Hát nekem eszembe nem jutott volna soha, hogy valaha a sorsom lesz az, hogy én Tihanyban élek. Egy pillanatra visszaugrok a novíciátusi időre, a szerzetesi próba évre. Hát ugye, kap az ember ágyneműt, meg plédet, illetve amit én kaptam, az egy pokróc volt. És nem tudtam, hogy az a betű, egy nagy T, meg egy nagy A volt abban a pokrócban, amiben én beletekerőztem, beleburkolóztam a Tihanyi apátságnak a pokróc, az anyagához tartozott ez is, hogy engem el fog kísérni ez. Illetve amikor Győrbe kerültem, hát ugye fekete kávé és csészéket vettem, és a győri rendház földszintjén még ott volt egy vasbolt, és ott a vasboltban vettem 6 kávés kanalat, és a kávés kanal végén Balaton van. ez így visszamenőleg érdekes, és megér egy glosszát, de hogy én nekem éppen Tihanyba kell lennem. Enyém az ország legszebb plébániája. Ez volt a címe egy beszélgetésnek, amit Hegyi Lajos címzetes apát úr bonyolított le a magyar televízióban,
még az úgynevezett átkosban. Ő egyházmegyés pap volt, Veszprém egyházmegyés címzetes apát, aki tudott reprezentálni, és büszkén mutatta, hogy kikkel fogott ő kezet, kik jöttek ide Tihanyba. Enyém az ország legszebb plébániája, ezt sóhajtottam én is, na ez kellett nekem. És akkor szép lassan-lassan hallgattam, mindig mondták, hogy bezzeg az apát úr. Bezzeg, amikor az apát úr mondta a 10 órás misét, az 45 perc alatt befejeződött. Hát én pedig azt mondtam, hogy a bezzeg az apát úr elmondta 45 perc alatt, hogyha maguk tudnak ülni naponta 2 órát a tévé előtt, akkor egy vasárnap 1 órát, 1 óra 5 percet csak ki lehet bírni. Úgyhogy azt szépen végig énekeljük, megadjuk a módját, semmi rendkívülit nem csinálunk. Amit nagyon megszerettem Tihanyban, ez a 10 órás szentmise volt. És ez máig tart? Máig tart, de nem egészen, mert egészen természetesnek tartom, hogy vannak dolgok, amiket szépen el kell engedni és át kell adni. Nem én vagyok a plébános, akkor én voltam a plébános házfőnök, később perjel, tehát mindenért én voltam a felelős, mert nem voltunk. Volt a Félix atya, aztán Szervácz testvér élt, lakott kinn, aki Brazíliából jött haza az aszófői plébánián. Így hárman voltunk a környékben. Aztán jött advent, nekem még elvaratlan szálaim voltak Budapesten iskola ügyekbe, hetente kétszer föl kellett jönnöm a püspöki kari titkárságra iskola ügyeket intézni, és akkor könyörögtem Pannonhalmának, hogy küldjetek már nekem egy jámbor idős atyát, aki el tudja mondani a hajnali misét, mert volt akkor hajnali mise Aszófőn is, és Tihanyban is, és az, hogy én hajnali misét mondjak föl, menjek Budapestre, visszajöjjek, következő nap megint mondjak hajnali misét, ez valahogyan sok, ezt nem bírtam. Szervácz testvér pedig kinn lakott Aszófőn. Tehát éltük, nem volt igazi konyhánk sem, nem volt ebédlünk sem. Zsolozsmáztunk volna, hozzá tartozik a szerzetes élethez a közös asztal és a közös imádság. Hát én Szervácz testvért szerettem volna behívni Tihanyba, Aszófőről, ahol ő ott kint kertészkedett, kivittük neki az élelmet, jól érezte magát. Egyszer föltettem neki a kérdést, te Szervácz, tudod, hogy kik azok, akiket manapság leginkább meggyilkolnak? Nézett rám, mondom, egyedül a plébániákon élő öreg papokat. 3 nap se kellett, már benn volt Pannonhalmán, erre föl voltunk már 4 szerzetesek, és akkor azonnal tudtunk zsolozsmázni. Ettől kezdve rendesen nem csak hozzátartozik az életünkhöz, hanem az egyik erősségünk Tihanyban, hogy igen, megvan a közös imádság. Megvan a közös asztal is már, és megvan a közös imádság. És hát már nem 4 szolgálnak Tihanyban, hanem és azért hát jóval többen. Hát nem 4 vagyunk, hanem amikor Cézár atya meghalt, akkor jött Hildebrand atya, de közben egy rádió műsorban elmondtam, hogy Tihanyban újra vagyunk bencések. És ha valaki úgy érzi, akár csatlakozhat is hozzánk. És egy kalocsai egyházmegyés fiatal pap hallotta ezt, felhívott telefonon, hogy atya, én úgy gondoltam, hogy szívesen eljönnék. Nem gyere. Eljött, meglátogatott. Aztán újra felhívott, igen, jönnék. Akkor menj, és jelentkezz az érsekatyánál, nem fog elengedni. Elment az érsekatyához, nem engedte el, jelezte. Mondom, hogyha úgy érzed, egy év múlva megint menj el hozzá,
és nem fog elengedni. Elment hozzá, nem engedte el. Menjen harmadszor is, és mikor harmadszor elment, akkor elengedte Gellért atya, aki más közegből jött, úgy érte az emberek nyelvén, ahogyan én nem értek, nagy ajándék lett számunkra, aki a lelkipásztori életből jött, piarista diák volt ugyan, de nem a tanári életből, ahogy a Félix atya is, meg én is, meg Hildebrand atya is. De ennek óriási előnye is volt, mert meg volt és megvan minden mai napig a vonzáskörünk. Koncentrikus körökből épül föl az életünk. Ott vagyunk bent Tihanyban, ott vagyunk mi a közösség, aztán ott van az egyházközség, de ott vannak a valamiért a Tihanyi templomot fölkereső templom látogató emberek, nem a turistákra gondolok, hanem akik a szentmiséinkre vagy az előadásainkra jönnek, illetve ott vannak a régióban élő bencés diákok, akik igen-igen sokat segítettek nekem abban, hogy kapcsolatokat találhattam. Ők tudták, hogy ki kicsoda, elvittek kézről kézre, adtak és segítettek, amiben csak lehet. Aztán ugye a bencés öreg diákok köre, az lefedi az egész országot. Na de a bencés öreg diákok megszólítottak, atya, jó volna azért találkozni. Jó volna, hogyha itt valami előadásokat rendeznénk, ahogyan az atya ezt a gimnáziumban csinálta velünk. Mert ott is voltak rendszeresen, körülbelül havi rendszerességgel előadások, amelyeket egyébként én nem magamtól találtam ki, hanem diákkoromban tapasztaltam meg. Söveges Dávid atya volt, aki úgynevezett világnézeti előadásokat szervezett. Többek között ez is, amikor börtönbe került, ez is az egyik bűne volt. És akkor erre az előadásra elkezdtek jönni mások is, a régióban élő értelmiségiek. Na de hát mondták az öreg fiúk, Veszprém megyei bencés diákok egyesülete, tehát hivatalossá is vált, hogy jó volna, hogyha a régióban lévő többi egyházi iskolást meg tudnánk szólítani. És akkor kitaláltuk, hogy novemberben legyen egy találkozó, egy ünnepélyes előadással, műsorral templomban, utána legyen valami kötetlen virslizés, találkozási lehetőség, és utána legyen fönn a tetőtérben, akkorra már a tetőtéri előadónk elkészült, legyen valamiféle beszélgetés. És ez a készfogás, aminek véget vetett egyrészt a pandémia, az nagyon nagy sok volt sok szempontból sokak számára. Azon kívül valami más is véget vetett, mert azok az egykori egyházi iskolás diákok, akik számára ez létfontosságú volt, ezek már mind 80 fölött vannak, és szép lassan kihalóban vagyunk. Még egy dologról szeretném Richárd atyát kérdezni, hiszen pont a találkozásunk apropója is, hiszen itt a stúdiónkban fotóiból nyílt kiállítás. Korábban már említette azt, hogy itt röviden a beszélgetés elején elhangzott a kamera. Mégiscsak végig kísérte utána az életét valamilyen szinten a kamera a fényképezőgépen keresztül. Igen. Nem vagyok fotográfus, a fotográfus az szakember. Nem vagyok fotóművész, az művész. Valahogyan hozzátartozik az életemhez diákkorom óta. Osztálytársaim azzal szoktak szekálni, hogy
a Korzi, mert ez volt a becenevem diákkoromba, a Korzi azt fényképezi, hogy hogyan nő a fű. Hogyha találkoztunk, és mostanság is mindig, ha együtt vagyunk, valaki az öreg fiúk közül rácsap a vállon, na Korzikám, van még fűnövés? Van, igen. Tehát nagyon szeretem a virágokat, nagyon szeretem a természetet, szeretem a túrázást, sokat jártam a Tátrába. Aztán szeretem észrevenni az ablakon keresztül a világot, ami mindig ugyanaz, de mindig változó. És hát így aztán több fotósorozatom kialakult. Illetve amikor aktív tanár voltam, akkor diákok számára nem egyszerűen emlékképeket készítettem, hanem meditációs sorozatokat. Meditációs sorozatokat diavetítés zenével, szöveggel. Aztán ahogyan fejlődött a technika, úgy váltak ezek automatizált sorozatokká, és ahogyan a digitális fotózás bejött, gondoltam, hogy érdemes volna ezeket valahogyan föléleszteni. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, és ez jellemző a világra. Akkor egy diasorozathoz 100 kép, 80 kép, és 16 perc elég volt. Ezt egy az egybe átültettem, digitalizáltam, megnéztem, és azt mondtam, hogy ez nézhetetlen, dög, unalom. És akkor a 100 kép helyett betettem 300 képet, és a 300 képet nem 16 perc alatt, hanem 12 vagy 11 perc alatt pörgetem egymás után, és azt mondom, hova, ezt nem is én csináltam, ez egészen jó. A fotózás engem ahhoz segít hozzá, hogy ne csak nézzek, hanem lássak. És hogyha lehetőségem nyílik arra, hogy meghívnak valahová kiállításra, jó pár kiállításom volt már több témában, akkor a kiállításommal is ahhoz szeretném hozzásegíteni az embert, hogy lássa meg a dolgok mögött a lényeget. Mert valójában minden fotónak a lényege, hogy mögöttes tartalma van. És minden műalkotásnak, minden művészetnek, a művészetnek a lényege, hogy amit Babits így fogalmaz meg, hogy mi van túl minden tarkaságon, világon, virágon, ruhákon. Itt most egy szentföldi anyagot kértek tőlem, és Szentföldre eljutottam, most lesz a 15. utam novemberben. Egy úton készítek körülbelül 2000-2500 felvételt. A 2500 felvételben van talán 200-250, amire azt mondom, na ez kép, ez vállalható. És talán van benne kettő, vagy egy, amire azt mondom, na ez fotó, ezért érdemes volt. Egészen más az emlékkép, és más a fotó, aminek súlya van, ami mögött fölsejlik valami. Hogy ez több, mint amit látok. Richárd atya, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélgethettünk egy kicsit, és sok erőt kívánok még a további szolgálathoz. Én nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és köszönöm szépen nézőinknek is, hogy velünk voltak. Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!